Sverigedemokraternas framgångar i Sverige är bara ett exempel på den högervåg som nu sveper över Europa. Ett av de mest extrema högerpartierna, nu med en öppet antisemitisk agenda, finns i Ungern. Csaba Sinkowski har besökt sitt gamla hemland och rapporterar tillsammans med Aina Jutterström om det högerextrema partiet Jobbiks framgångar. Mi annak idején esküt tettünk a Szent Koronára, és életünket is rátettük erre, hogy megvédjük bármilyen körülmények között. Ha kell, fegyverrel, mert előbb-utóbb sajnos fegyver lesz a vége. Oroszlány 10 mil väster om Budapest var en gång socialismens blommande gruvarbetarstad. Idag känns staden öde efter att industrin där avvecklats helt. Josef Daskals extra knäck som tomte på det lilla torget är slut för dagen. Han arbetar till vardag som byggjobbare och bor i utkanten av Oroslani med sin mamma. Josef är känd som det högerextrema partiet Jobbiks starke man lokalt. Och på kvällen byter han tomtedräkten till en helt annan uniform. A zsidók el akarják foglalni Magyarországot. És bizony itt vannak már. Ilyen szintű erőszak ellen csak egy erős, kemény fellépés erőszakkal lehet, megfelelő szintű erőszakkal lehet fellépni közvetlenül. Adjon az Isten! Jobbik, som har ett 17% väljarstöd i genomsnitt i hela landet, är ännu starkare i städer som Oroslani. Och det är inte bara på landsbygden i utkanten av en småstad som de här tankarna frodas. Den högerextrema vågen i Ungern nådde kanske sin kulmen nyligen i parlamentet då en Jobbik-ledamot föreslog en registrering av landets judar. Hogy felmérjük az, hogy az itt élő és különösen a magyar országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizony is nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Hát ez az egyik legsúlyosabb mondat, amely a magyar parlamentben az elmúlt évtizedekben elhangzott, hiszen ez egy direkt náci uszítás volt, arról szólt, amit olyan fájdalmasan őrzünk az emlékünkben. Gordon Bojnai är den före detta premiärministern som nu återkommit till den politiska scenen med sikte på valet 2014 och enligt den senaste opinionsundersökningen redan mer populär än premiärminister Viktor Orbán. Az ország mély megosztottsága egyébként erősíti a szélsőséges nézeteket, sokkal többet kell tennünk a megelőzés érdekében, jó kormányzásra, erős társadalmi párbeszédre és nyugodt politikai kultúrára van szükség. Redan nu reser Bojnai runt och kampanjar och den här kvällen är han i Oroslani där den lokala tomten och Jobbik-anhängaren väntar på honom utanför kvällens sammankomst. Megdög lesz! Karodj! Kívott ide! Uttalandet i parlamentet väckte också en folklig vrede. En vecka efter händelsen samlades tiotusentals människor på Budapest gator. På scenen stod politiska fiender sida vid sida. Regeringspartiet Fidesz representant bredvid oppositionen. Ez a mondat, ez egy határkő volt. Mint ahogy látszik, és soha nem volt korábban Magyarországon hasonló jellegű tömegmegmozdulás ilyen témában. Elég a komfortérzethez az, hogy a kormányfő megígért, hogy megvédi nem, a kisebbséget. Abszolút nem elég a komfortérzethez. A kormányfő egy óriási hibát vétett akkor, amikor azt mondta, hogy mi magyarok megvédjük a zsidókat. Ett längre reportage om situationen i Ungern visas i TV4 News klockan 20:50 ikväll.